Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Dévényi István. Szép jó estét kívánok! Az egész úgy kezdődött, hogy a kollégám izgatottan hívott fel csütörtök este azzal, hogy állítólag letartóztatták Rogán Antal pénztárnokát. Hát hittem is, meg nem is, de hát végülis miért ne történhetett volna meg, ami ugye azt jelentette volna, hogy Orbán Viktor kiadta a kilövési engedélyt Rogán Antalra. Megpróbáltunk utána járni, de lepattantunk mindenhonnan. Viszont az kiderült, hogy valakik ezt az információt az egész magyar sajtóban megpróbálták elhinteni. Mert ezek a valakik azt szerették volna, hogy a magyar média ráugoljon az álhírre, hogy Kertész Balást letartóztatták, ami természetesen nem történt meg. Ezzel indulunk, és akik ma este leültek egymással vitatkozni, Mészáros Imre, a Goly Motoros Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! 97 évvel ezelőtt ezen a napon vonult be a bűnös városba a kormányzó úr, aki a nemzetet fölemelte Trianon után, és a második legerősebb valutává tette a pengőt. Ráadásul a vagyona nem növekedett 25 év alatt. Konok Péter történész, publicista. Jó estét kívánok, kedves nézők, és hogyha felénk járnak, akkor akár ismeretlenül is ugorjanak fel egy jó kávéra. Szívesen látom őket, a kormányzó urat ne hozzák. Kardos Gábor, filozófus. Szép demagógia mentes estét, mondjuk ez rajtunk is múlik. Vahon András, művész. Képzeljük, az előbb az a kérdés jutott eszembe, hogy van-e az állatoknak nemzetiségük, és ha nincs, akkor miért van? Hát ami közben ezen gondolkodnak, én minden jót kívánok önöknek. Puzsér Róbert, független publicista. Nem csak az a kérdés, hogy az állatok lehetnek-e nemzetiségiek, András, hanem hogy a nemzetiségek lehetnek-e állatok. Jó estét. És Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Nagyon jó, hogy az elején összefoglaltam, hogy miről kéne beszélni, most vissza kell gyakorlatilag ugyanoda kanyarodni. Tehát Rogán Antalról és Kertész Balázsról beszélnénk először, mert a történet az nem ott kezdődött, hogy az Index megírta ezt a meglehetősen komoly oknyomozó anyagát Rogán Antal háttér ügyeiről és háttérhatalmáról tulajdonképpen, hanem ott kezdődött, hogy megpróbálták valakik a teljes magyar sajtót dezinformálni, ilyenre nem nagyon volt még emlékeim szerint példa. Aztán Rogán Antal, amikor szembesítették azzal, hogy miféle találkozókra jár Budapest belvárosában, ugye Habony Árpáddal és ezzel a bizonyos Kertész Balázssal látták együtt, akkor elsőre letagadta az információt, hát ugye, meg vagyunk lepődve. Aztán pedig annyit mondott, amit Vahorn András már elsütött, illetve nem te sütötted el, vagy csak Konok Péter sütött el, hogy ha volt is ilyen találkozó, akkor az csak arról szólt, hogy Rogán Antal felszaladt ebbe a épületbe egyet kávézni. Ti hisztek Rogán Antalnak? Egy szereplő hiányzik, tehát nem volt teljes a felsorolásod, ezt most csak így előrevetésként, ugye, mert... Sok szereplő hiányzik. Hát akkor sok szereplő hiányzik, sőt, még annál is több szereplő hiányzik, de egy fontos szereplő, vagy pontosabban egy fontos társaság, ezek a grúzok, akikkel itt az Exim Bankkal közreműködve, amelyik ugye köztudomosan állami pénzből működtetett bank, ha úgy tetszik, magánúton és magánilag, ő mégiscsak egy miniszter, ha valami történik, akkor az kormány hatáskör, egy ilyen meglehetősen rejtélyes energetikai beruházáson bótolnak és üzletelnek. Ez volt a legfontosabb információ különben az Index dolgozatában. Ez az egyik megérdésem, másrészt miután ezek a fiúk már nagyon régen dolgoznak ezen a témán. Nyilvánvalóan ezért gondolta úgy a hatalom, hogy egy elővágással hiteltelenítni fogja a sajtót. Egyébként tényleg úgy van, én is így tudom, ti meg is írtátok, hogy minden szerkesztőségben megjelentek a szerkesztőségek informátorai izzadó homlokkal, görbe rándult gyomorral, hogy hú, elvitték a Kertészt. Ez nyilvánvalóan egy elővágásnak számít, azon kívül meg beleillik abba a folyamatba, hogy a magyar sajtót, az ellenzéki sajtót mindenképpen kriminalizálni, bűnösé akarja, korcsá akarja nyilvánítani. Ezt az Imre barátomnak mondom, korcsá akarja nyilvánítani a hatalom. Azért az, ne felejtsük el, hogy ez a módszer, mármint most a sajtónak ez a fajta elhiteltelenítése, tehát bedobunk egy ilyen gyors álhírt, ami annyira szenzációs, hogy rögtön rá kell csapni, vagy legalábbis gyanús, hogy rögtön rá kell csapni, azért már kisebbekbe működött itt a HVG-vel kapcsolatos történetre gondolok elsődlegesen, és hát nagyban is működik, és ennek megvan, ez egy szakma, egy iparág tulajdonképpen, ami rátelepült, nem utolsó sorban ugye Oroszországban, ott valahol Szentpétervár mellett van ennek a központja. Te kicsit más téma, de a módszer ugyanaz, csak nézegettem azt, hogy ugye most már tudjuk, hogy a
szavazat, tehát a popular vote az több volt a Clintonnak, mint a Trumpnak, és az első helyeken mégis egy 70 News nevű augusztusban létrejött híroldal szerepel, aminek az ellenkezőjét mondja. Na most a sajtó egyrészt erre rácsapott, most a nemzetközi sajtóról, a nagy lapokról beszélek, másrészt ugye folyamatosan magyaráznia kell ezt az egészet, eleve egy ilyen vert szituáció, de hogy hiszünk-e a Rogán Antalnak, hát könyörgöm, hát utoljára szegény, ehhez képest egészen minimális Tocsik Mártával fordult elő, hogy köznevesedett a korrupciója, és hát az a kis 800 millióval az igazán nem volt egy összeg, hát most már tényleg a Rogán köznév lett, szóval antalogunk, meg kirogánosítunk, vagy elrogánítunk, ki hisz már Rogán Antalnak, és ez egy nagyon sajátos történet egyébként, hogy most azért látjuk, ahogy a hatalom magas szféráiban ugye folynak azok a problémák, azok a harcok, hogy akkor most hiteltelenítjük a Rogánt. Egyik oldalról úgy látszik, hogy tulajdonképpen ez történik, hogy most már egy kicsit leválunk, a másik oldalról, ami majd megint előkerül nyilván, hogy akkor a legfőbb hatalom ugye, hogy viszonyul ehhez és megvédi, mert a saját pszichológiai kötődései nem teszik lehetővé számára, hogy másként működjön, de hát azért én úgy gondolom, hogy már talán a fideszesek nagy része, vagy a Fidesz szavazók nagy része sem hisz Rogán Antalnak. De nem csak a szovjet típusú vagy putyini propaganda jellemzője ez, hogy alapból a dezinformáció, tehát séróból hazudunk. Hát a propaganda az föl sem merül, hogy valahogy tálaljuk majd, hogy mi van, hanem egyből a dezinformáció az alapállás, de a bűnözői karakternek is jellemzője ez, hogy hát ugye alapból rejtőzködnünk kell, tehát most azért szériában voltak Rogánnak olyan hazugságai, amiből az látszik, hogy van egy ilyen karakter, hogy mit tudja, aki csalja a feleségét, az is tudja, hogy állandóan valami kreált sztorit kell előadni, mert ha véletlenül valami igaz mozzanat van abban, amit mond, akkor rögtön tetten érhető lett. Tehát egy totális hazugság konstrukcióban mindennek hazugságnak kell lenni, különben összeomlik. Egy első igaz mondásnál kártyavárként omlik össze a rendszer. De ez nem legyen igazságtalan, minden gyereknek van, hogy mit tudom én, 2-3 éves kora körül egy ilyen fejlődési szakasz, aki ette meg azt a csokit. Nem én voltam. Hát ez így is marad. Ez így tart ez a rendszer. Én abban csatlakoznék, hogy na. Orbán Viktor magára vette ezt a vádat, szerintem rosszul tette. Rogán, Habony, Vajna, ez a triumvirátus egyre többet árt a Fidesznek, mondom én. És ami a számomra ebből a hírből a legdöbbenetesebb, hogy a sajtó az alapvető szabályait sérti meg, a tájékozódást. Tehát miért leírnak bármit is, tájékozódnának, mondjuk fölhívnák a rendőrséget, hát ez az ügyészséget. Ezért nem jelent meg, ugye egyetlen egy lap írta meg, mindenki más izgatottan is 2-3 napig próbálta kideríteni, hogy mi ebből az igazság, mert az az információ nálunk például igencsak erősen kormányközeli körből jött, méghozzá kettő informátor egymástól függetlenül mondta, hogy ez megtörtént, csak aztán hivatalosan ezt nem erősítette meg senki, várták aztán, hogy valaki ráugorjon, ez megtörtént, és onnan már ismerik a történetet. Ez egy szervezett dezinformáció. Ez abszolút, és annak tűnik, igen. És csak egy ugrott rá, szeretnélek emlékeztetni. Az egy. Is sok. És most ez a kettő informátorra ezentúl fogtok még hallgatni? Nekem nincsenek informátoraim, mert én szerencsétlen publicista vagyok, úgyhogy nem tudom. Nyilván egy kicsit árnyalja a kapcsolatot. Egyébként pedig az az érdekes, hogy mondjuk az internet bebizonyította ezt lehet, hogy már mondtam, hogy tök mindegy, hogy mi az igazság, és tök mindegy, hogy ki mit ír, mindenki azt ért meg belőle, vagy azt választja, amit akar. Tehát, hogy de is mondjam, csak de itt most, hogy mégsem baj, ha az igazság közben ott a az igazság az embereket nem érdekli. Az embereket az érdekli, hogy ők mit szeretnének hallani, és ha olyat hallanak, ami nekik nem tetszik, legyen az bár igazság, vagy hazugság, egyszerűen nem akarják elhinni. Hát itt is lehetett hallani, a múltkori kollégánk azt mondta, hogy vannak olyan újságok, ugye, amik gyűlöletet terjesztenek. És akkor megemlített, hogy például a 444. Tehát ez az ember bármit ír a 444, akkor sem fogja elhinni, mert azt képzeli, hogy hát ez gyűlöletet terjeszt. És ha beszélgetsz emberekkel a világba, akkor ezek az embereknek, ha azt mondod, hogy ezt és ezt írta az újság, melyik újság? Az az újság. Ja, hát ezt hagyjatok már azzal az újsággal. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem fogja, a végsőkig nem fogja elmozdítani Rogánt, mert Rogán a szivacs. Ő magába szívja az összes mocskot,
az összes korrupciót, ami az egész kormány munkáját, meg az egész nemzeti együttműködés rendszerét reprezentálja. És ez nagyon hasznos a Fidesz számára. Jól láthatóan a Rogán megítélésének a romlása, az nem hat ki a Fideszre, nem hat ki Orbán megítélésére. És az az igazság, hogy a Rogán megítélése nem tud odáig esni, hogy ez már kihasson a kormány megítélésére. Majd a választások előtt egy héttel, hogyha rosszak lesznek a számok, Orbán elbocsátja Rogánt. Ez egy opció, ez mindig egy lehetőség lesz, hogy megszabadul attól a szivacstól, aki minden mocskot magába szívott. Minden esetre az a tény, hogy Magyarországon a korrupció arca az nem Orbán Viktor, hanem Rogán Antal, ez Habony Árpád számára nagyon nagy siker és nagyon nagy eredmény. De ezt kell látni, és ezért nem fogja elmozdítani a Rogánt. Ha most Orbán Viktor engedne az ellenzéknek, meg az ellenzéki sajtónak, és elmozdítaná a Rogánt, a jövő héten ugyanezt a nyomást ráhelyeznék a Lázár Jánosra. És aztán arra rá fél évre a Lázár Jánost is el kéne majd bocsájtania. De ő nem és csak aztán szivacs, majd... ő Kréta is, ő a propagandaminiszter, és ez nagyon fontos, hogy nyíltan alázzuk meg a népet azzal, hogy igen, mi a máséval helikopterezünk. Igen, lássátok, hogy nálunk van a Gucci, és nektek szar sem. De most nézed meg az Imrét. Az Imrénél nem kell nagyobb nemzeti együttműködés rajongó. Itt ebben a stúdióban megvallotta a Rogán Antal kapcsolatban, hogy ő undorodik tőle, hogy ő rüheli. Kihatott ez az Imrénél az Orbán kormány megítélésére? Hát nem hatott ki, hiszen Orbán Viktor az a jó király, és hát vannak ezek a rossz korrupt tanácsadók, meg ezek a rossz hűbéresek, talán Orbán nem is tud arról, hogy ezek mit csinálnak. Minden esetre Orbán Viktor nem felelős ezért, hát mindenhol vannak ilyen korrupt gazember politikusok, nagyon sokat ártanak a Fidesznek. Érzed magad? Egy kicsit. Egyébként Imre. Tényleg igaza volt, és ezt nem figyeltek sokszor, oda. Mindig. Sokszor, majdnem. Amikor azt mondta, és ez egy belső érzelemből fakadó vélemény volt, hogy mekkora hibát követett el Orbán Viktor, hogy azt mondta, hogy őt is támadják, hogyha Rogán támadják. Ugye mi történt? Tehát valaki, aki hitt, vagy hisz Orbán Viktorba, ez nagyon fájt neki. Mert ezentúl nem tudja azt mondani, hogy Orbán Viktor az jó, csak nem tudja, hogy ez a Rogán miket csinál. Jó, de most... Tehát nem tudom, hogy mire fog ez kimenni. Valóban ez egy történelmi dolog, mert amúgy pedig tényleg igaz az, ez a sztálini rendszer, hogy ugye akik a gulágban voltak, azok is imádták Sztálint, mert arra gondoltak, hogy Sztálin nem hibás, csak az emberei. Most azonban a Viktor... ezzel átlépett valamit, az az érzésem, hiszen őt is lehet hibáztatni ezentúl. Szóval Imre, mert most úgy beszélgettek rólad a kollégák, mintha itt se lennél, úgyhogy légy szíves, legyél. De itt voltam, hallgattam végig. Különben egyet is értek szinte, csak azzal nem, hogy Orbán Viktornak más járhat a fejébe. Szerintem ez az, hogy megroppantunk bizonyos értelemben, ugye mind a parlamentben, mind a népszavazáson sokan nem mentek el szavazni, köszönhető a Korcs magyaroknak, visszatérve a Csintalanra, hogy... Nagyon szívesen. Hát csak visszatérve. Én úgy értettem, hogy Korcs van magyar, és maradjuk inkább benne. Válaszolgatni, hogy a Robi felvetésével viszont annyiban vitatkoznék, hogy az ő tanácsodig lehet, hogy azt mondják, hogy ez nem árt a Fidesznek, meg elviselik, csak az emberek, mind a golymotorosok, meg akik az én informátoraim, viszont pontosan tudják, hogy mit művelnek a Rogánék. És az a szájhagyomány kis ország vagyunk, 2018-ban nem változtat ezen Orbán, nem takarítja el mondjuk Rogánt, akkor ez bizony buktához is vezethet. Az a nagy szerencsénk, hogy nincs ellenfelünk. Lehetséges, hogy megadja neked majd Orbán Viktor ezt az ajándékot, és megkapod Rogán Antal fejét egy héttel a választás előtt, és akkor azt érezheted, hogy ez a négy éves teljesítmény, ez nem is volt olyan rossz most így ezzel. Csak az a probléma, hogy a baloldali ellenzéknek kéne észrevennie, hogy a Rogánnak a mocskolásával egyetlen egy szavazatot nem fognak szerezni. Tehát, hogy gyakorlatilag amit a Rogán mocskolásával szavazatot meg lehetett szerezni, azt már megszerezték. És hogy a baloldal részéről ez a korrupcióval való érvelés, meg ez a korrupcióval kapcsolatos revolverezés, ez nem működik. Tehát a baloldal részéről, mert ők
ővelük kapcsolatban a magyar társadalom már nem fogékony a korrupcióval kapcsolatos érvelésekre, mert pontosan tudja, hogy pont olyan korruptak. A Jobbik még tud hatékonyan érvelni a korrupcióval. Úgy gondolom, hogy a baloldalról jóformán már senki. Az LMP talán tudna, hogyha egyáltalán meg tudna szólítani bárkit. Szóval az a helyzet, hogy ez egy régi modell, és idáig mindig bevált, egyébként az András utalt is rá. Ugye ott ültek a gulágon, és azon merengtek a foglyok, hogy ha jó sztálini nevtárs ezt tudná, akkor bizony nem így lenne. Meg emlékeztek, ha jó Kádár elvtárs, ha tudná, meg is jelent egy ilyen levelezés, ahol a nép levelezi Kádárra. Azért ez egy jó hosszú ideig megy az ilyenfajta diktatúráknál, amíg föl nem lazul. Én nagyon aggódnék, hogyha most így hirtelen elzavarná az Orbán a Rogánt, én kifejezetten drukkolok, hogy tartsa meg, ez egy régi axióma, mert hiszen nem Rogán korrupt, nem egyszerűen szivacs, hát az egész rendszer korrupt. Orbánnal együtt, már bocsánatot kérek, felcsutostul, mindenestül, stadionostul, ez igen nagy szégyen és mérhetetlen fájdalom sok. De látjuk, hogy ezt a balhét a Rogán viszi el. Még nem tudjuk. Amikor az Orbán úgy érzi majd, hogy még a korrupció ellenes harcot is be kell néki vetni, akkor ő lesz ebben a Szent György lovag. Ez az egyik dolog, és ami a nagyon lényeges viszont, amire a Robi utalt, az a helyzet, hogy pusztán ezzel a korrupció mantrával, és ezt persze csak idézőjelben mondom, nem lehet legyőzni Orbánt. Tehát addig nagyon leegyszerűsítve, amíg effektív politikai alternatívát nem kíván, ha úgy tetszik, programatikusan, és még egy dolog, nyelvi értelemben is, mert amiket nyomnak ezek a 80-as évek, 70-es évek dumái már, amit az ellenzék nyom. Ha ezen nem lesz változás, ha az egész korrupció hálózat a Fidesz fejére fog dőlni, az ország hajlamos lesz azt gondolni, hogy hát itt van a mi nagy vezérünk, aki senkiről, semmiről nem tudott, és rá fog szavazni. Van abban egy ilyen politikai racionális magyarázat, amit mondasz, hogy a Rogán az egyfajta ilyen bűnbak, akire rá lehet mindent testálni, és aztán ki lehet adott esetben majd hajtani egyébként a sivatagba, mint ahogy a bűnbakot annak idején kihajtották. De szerintem van itt azért, főleg egyébként abban, ahogy az Orbán most megvédte a Rogánt, még egy, ha úgy tetszik, pszichologizáló vetület is, ugye, itt most már folyamatosan sztálin elvtársos hasonlítjuk az Orbánt, meg egy nagy vezérnek tekintjük, ugye nagy vezér a saját képe szerint. A nagy vezérnek azért van egy ilyen fontos eleme, hogy tévedhetetlen. Van egy nagyon erős tévedhetetlensége. Nem hagy senkit az út szélén. Ugye pont ez hangzott el, ha Rogán Antalt támadja az ellenzék, támadja a sajtót, attól az én szememben Rogán Antal csak megerősödik, és a hitele megnövekszik. Mert hogy ugye Rogán Antal valahol az én emberem. Tehát egy ilyen szeretlek és gyűlöllek, és adott esetben eltávolítom majd, ha szükség lesz rá, de igen, én azon humorizáltam pár nappal ezelőtt, hogy hát Rogán Antal az egyetlen, aki, hogyha Orbán Viktor ránéz, akkor ahhoz képest még tisztának is érezheti magát. Azért ez egyébként valahol erős túlzás, de kétségtelenül egyrészt ilyen kontrapunkt, tehát egy olyan ellenpont, ami mellett Orbán Viktor világosabbnak látszik, főleg, hogyha feltételezzük, hogy ez, mint a Cáratyuskánál, ugye ő nem tud erről az egészről, vagy legalábbis nem érti. Nem érti, mert ő egy naív ember valahol, de mégiscsak tévedhetetlen. És hát ha Rogán Antalba veti a bizalmát, ez a bizalom pedig összekovácsolódik a kívülről jövő pörölj csapások, ellenzéki támadások alatt, akkor ez a rendszer magát szilárdnak mutatja ezzel a, ha úgy tetszik, kommunikációs trükkkel. Mondatot hagyj mondjak el. Röviden. Ugye, hát egy mondat lesz. Ismerem az egy mondatot. Ha a nagy vezetőn következetes, akkor ez most egy science fiction jelenet, mikor megtudja, hogy Rogán Viktort elviszik a rendőrök, azt mondja, engem is vigyettek. Jól hallottam, hogy azt mondtad, hogy Rogán Viktor? az tényleg cipi, de az nem volt rossz. Ahogy hallgatlak benneteket, az az érzésem támad, mint hogyha a sztálinista elvek vagy szerep lenne, ha visszajönne, annak örülnétek. A ismerőseimet a virtuális térben, hogy valaki foglalja már össze néhány pontba, hogy nekem, mint magyar állampolgárnak miért is kell örülnöm az amerikai elnök személyének. Hát nem sok válasz érkezett, ami érkezett, az leginkább arról szólt, hogy mert ő nem Clinton. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ha virtuális ismerőseim nem segítettek, akkor majd ti
fogtok nekem, segítsetek. Miért örülünk ennyire Donald Trumpnak? Ahogy én tájékozottam, egyébként tényleg, ahogy én is tájékozottam, nagy csápolás van. És érdekes módon egymást kizáró okokból is. Tehát boldogok az antiszemiták. A Trump el fogja intézni a zsidókat úgy, hogy alrukódulnak. Lelkes csápolás és rajongás van. Egyébként pedig boldogan a cionisták is a maguk módján, bár mondjuk nékik több gesztust tett a Trump, ugye Jeruzsálemben és egyebekkel, de ilyen a magyar néplélek, itt tartunk egyébként, és vélhetőleg itt tartanak a népek az analízisben. Úgy különben én személy szerint, ha erre a vélemény, ha az én véleményem is érdekel, én tényleg örülök, én úgy gondolom, hogy azért sok minden ebből az emberben mégiscsak látszik. Először is azt lehet tudni, hogy minden mondata azzal kezdődik, hogy én. Márhogy Amerika. Na most ez a sok kis mini diktátor, igen, ez a sok kis mini diktátor, aki most itt egyébként lelkesen csápol, ezek azt hiszik, hogy az ember úgy fog bánni velük, mint ahogy ez a puha konszenzuskereső clintoni diplomácia. Fog itt még Putyin is és Orbán Viktor is egyébként könnyeket hullajtani, mert ha egyébként mondjuk Orbán Viktor, mint attól most, hogy itt megy a hisztire, meg a izé, a szíjátok ki, nem megy el a külügyminiszterek tanácsának a informális vacsorájára. Hát hülye ez, de most komolyan. Nem azért fizetjük. És aztán befejezem. Nem és aztán befejezem. Fognak ők még könnyeket hullatani, mert ha mondjuk ez a homokszem belekerül mondjuk az amerikai érdekszférába, valahogy negatív módon úgy fogják Orbánt főrúgni, mint kakasot lyukszart. De Muris, nem mondtál, beszélgetni hogy... fognak, meg nem üzengetni. Elképesztően. Muris, amit mondtál, hogy a Trump ez volt a legfőbb érv, hogy ő nem Clinton, mert egyébként a Clinton választási programjának volt talán a legfontosabb pontja az, hogy én nem a Trump vagyok. És én is nézegetem, ez egyébként baromi feltűnő, hogy ugye? Mennyire eltérő, hogy mondjam, szektorok fogadják a Trumpot örömmel. Én egyébként, ami a legmurisabb számomra az, hogy a Fidesz mekkora örömmel fogadja, vagy Fidesz elektorátus, a szavazói mekkora örömmel fogadják azt, hogy ez ilyen anti-establishment dolog, hogy ez a politikai felépítménnyel szemben van. Most könyörgöm, ha megnézzük, hogy ma Magyarországon azért mi az establishment, mi a politikai felépítmény, akkor bizony azt látjuk, hogy ez az urambátyám Fidesz nomenklatúra, amit kiépült, ami most már mindent lefed, ami mindent tulajdonol, hogy bizony ez most már az, amit mi annak tekinthetünk, amivel szemben ugye legalábbis a szavak szintjén a Trump fellépett, hogy itt kívülről, ha jön valaki, mert ez a kívülről jött politikus imázsát, ugye a Fidesz szintén nagy örömmel fogadja, ha kívülről jön valaki, akkor ezen kívülről kell, hogy jöjjön, mert már ők a belsőség. Nem így értelmezik, ők úgy értelmezik, hogy ők lázadnak a brüsszeli nomenklatúra ellen. Ők igenis kívülről, igen, de a kommunikáció szintjén ezt ők úgy adják elő, hogy ők igenis kívülről jönnek, Brüsszelen kívülről. Csak hát, hogyha a Vona Gábor, kihívó, akkor az pont ez az. A Vona Gábor ugyanezt mondja, csak Budapesttel. Ő a budapesti nomenklatúrán kívülről jön, de itt mindenki lázadással, mindenki ellenállással próbál szavazatokat felhajtani, mert ez illeszkedik a korszellemhez. A Clinton... Kedves emberek, mennyire hihető az, hogy egy multimilliárdos fogja itt most képviselni az egyszerű lecsúszott embereket. Tényleg ez a populizmus marha jól működik, de mennyire hihető ez a történet, most őszintén. Igazából az nem tehát zárná a ki, hogy multimilliárdos. Itt van egy nagyon nagy probléma, amit nem veszünk észre, és sokan, akik a középosztály részeinek szeretnék tudni magukat, nem veszik észre, hogy itt most globálisan is félreállítják a középosztályt. A multimilliárdos fogja képviselni az egyszerű embereket. Ez ugyanaz a hazugság, ugye? Tehát végső soron ebben egyet tudunk érteni. Az is egy hazugság, hogy ez kizárt, hagyjál már. Ez igen, pont ezt akartam mondani. Ez elméletileg kizárt, csak gyakorlatilag. Azért szerintem is adjunk esélyt, hogy felálljon ez a Trump kormány. Imre, szerinted miért kell örülnünk, hogy visszakanyarodjunk az eredeti kérdéshez egy picit? Mert te örültél, csak azért. Igen, a legelejétől kezdve, akik a Facebook oldalunkat nézték, azok az első percektől Trump rajongók voltunk, ha úgy tetszik. De itt hallgatlak benneteket, és... Jó, hát Amerika megint... is fasizálódik. Na, mi is hallgatunk téged. De én nyugodtan. Én nyugodt vagyok, csak hát az olyan... hogy bátran nyugodtan. Na, ez a fajta liberális katyvasz legalább eltűnik a közéletből, remélhetőleg, ha... A Trump ugye beszivárog Európa. És akkor itt ülünk majd ketten? Nem ketten ülünk, csak még hallgatjuk egymást, például megvárjuk, míg leviszem a hangsúlyt, és akkor... Mi az kell, a kvacsvasz, hát olyan, mint a Korcs Magyar.
Imre, de mégis... Mi az a korcs magyar? Olyan, mint a kagyvasz. Hadd beszéljük meg azt, hogy, de hogy miért örültetek Trumpnak? Tehát nyilván más, vannak indokaid. Ez a politikai pluralizmus, amit a világban van, jött egy új szín. A fehér. Én meg azt gondolom, hogy az Imre meg a nemzeti együttműködés hívei azért örülnek a Trumpnak, mert kifejezetten magukra ismernek, kifejezetten a kormányra ismernek, kifejezetten Rogánra ismernek. Nem. Túl azon, hogy hát látjuk, hogy a bevándorlás ellenes retorika, az a tudattalanban rejlő lehetőségeknek a maximális kiaknázása, a félelmekkel, talajtalan, Robi, gyökértelen, senki, alaptalan, senki félelmekkel való folyamatos manipulálása a választóknak, az illiberalizmus, a PC ellenesség, a bevándorlás ellenesség. Szóval, hogy itt van egy csomó vonatkozás, amiben a rogánság az magára ismer a Trumpságban, túl azon, hogy a Trumpnak van egy szuper skillje, ugyanis ő egy személyben Orbán és egy személyben Rogán. Ez egy nagyon fontos tulajdonság. Én úgy gondolom, hogy ez a szuper skillje egyébként a Putyinnak is megvan, hogy képes arra, hogy ő legyen a marketinges, és képes arra, hogy ő legyen a politikus. Ugye a 20. században még ez úgy zajlott, hogy a marketinges gyártotta le, hogy a politikus gyártotta a politikát, és a marketinges feladata volt, hogy eladja. A 21. században ez úgy fordult meg, hogy már a marketinges gyártja a politikát, és már a politikusnak kell eladnia a politikát. Meg az a tény, hogy olyan multinacionális cégek jöttek létre, ezer szám, és nem csak az euróatlanti kultúrkörben, hanem ugye megjelent Kína, India és a többi, ami ezeket az európai nemzetállamokat mondjuk úgy félkézből egy kapszulába egy földugja, és átlépi. És ezek most kérdések, hogy mit lesznek rá a válaszok. Vannak-e olyan politikusok, akik erre tudnak épelmű választ, illetőleg vannak-e? Ugye Zsizsek azt mondja, hogy legalább most minden szétrombolódik, és akkor majd újra kezdjük. Ugye nem tudja, egy rothadt szót nem szól arról persze, hogy mi lenne ez az újrakezdés. Éppen ezért én örülök Trumpnak most egy másik vonatkozásban, hogy behozta a rendszerbe a feszültséget. Mondjuk például, hogy maradjunk a valóságnál. Amikor ő a NATO-ról beszél, és be akarja hajtani a 2%-ot, én ennek kifejezetten örülök. Amikor azt mondja, hogy Európát egy kicsit elengedi most durván, kifejezetten örülök, mert legalább összekapja magát az európai nemzetállamok összessége, az ilyen hülyéket, a korcsokat ki fogják hagyni a francban, kell a kutyának, menjenek Putyinhoz, majd ott aztán elgondolkodhatnak azon, hogy Brüsszel mennyire hatékonytalan és mennyire káros. Tehát én örülök ennek a nyomásnak. Legyen ez így, essünk túl rajta, mert ezek nélkül a feszültségek nélkül nem képes eljutni odáig, úgy tűnik a politika, hogy gondolkodjon. András. Szerintem azért örülnek annak, azért örülnek, akik örülnek a Trumpnak, mert ők egy Trump Viktort képzelnek el most. Egy Trump Viktort, aki hasonlóan beszél néhány dologban, mint az ő Viktoruk, és azt hiszik, hogy ez egy magyar Trump lesz. Egy magyar Trump Viktor lesz, aki miután hatalomra kerül, lenyúlja a nyugdíjpénztárat, átírja a törvényt, államosít, majd szétosztja a cimbiknek, amit államosított. Ezt képzelik, csak hogy Trump nem Magyarországon él, és nem, hogy is mondja, nem hibáztathatom ezeket az embereket, hiszen nem ismerhetik, hogy ott azért ezt nem biztos, hogy meg lehet csinálni, bármit el tudok képzelni, de egészen más. Tehát, hogyha ott Trump azt mondja, hogy építök egy nagy falat majd mindjárt, de a kongresszus nem fogja megszavazni valami miatt, akkor nem fog építeni egy nagy falat, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Az a múlva, hogy látszott az egész kampányban, hogy itt igazából nem is csak az, hogy a marketinges meg a politikus már ugyanaz, hanem a maguk a szakmák, maguk az értelmezések teljesen egybeolvadtak. Nem mondom, hogy a Trumpnak egyébként, a Trumpnak komolyabb politikai üzenetei voltak, mint a Clintonnak. Nyilvánvalóan ez egyébként hozzájárult a győzelméhez, de azért itt mégiscsak arról van szó, hogy mind a két elnökjelölt életérzésekkel házalt, aggodalmakkal házalt, hízelgésekkel házalt, és ezt már annyira szemérmetlenül csinálták, annyira nyíltan, hogy nem is igyekeztek. A Clinton egyáltalán nem, a Trump meg alig-alig igyekezett ezt politikának átszázni, mert azon a néhány, hogy mondjam,
Egyébként valóban fontos szlogenen kívül, amit ő így bedobott, hogy akkor tényleg egy ilyen új splendid isolation. Ugyan többet költünk fegyverkezésre, de visszavonjuk, hozzahozzuk a fiainkat külföldről, hogy jobban elengedjük az Európai Uniót, illetve behajtjuk majd a NATO tartozásokat, bár egyébként az ENSZ tartozásokról érdekes módon nem volt szó. Ezek tekinthetőek politikának, de mindez már tényleg csak marketing eszköz volt arra, hogy egy ilyen feelinget adjon el. Három dolgok szeretnék reagálni, illetve helyesbíteni. Első, Viktor Trump, ha maradjunk akkor a magyar helyesírásnál. A másik a Robi, tehát szó se volt arról, hogy itt utáljuk a migránsokat. Arról beszéltünk, legalábbis a golyok, meg szerintem a kormány is, hogy az ellenőrzött migránsokat, menekülteket befogadjuk a szabályok szerint, bejön a kapun, jelentkezik, stb. Az illegális bevándorlókkal van bajunk, és szerintem a kormánynak nagyon helyesen. De most ez téma? Tehát te örülnél, ha lenne egy legális... Kardos téma? Ne. Én válaszolok, ha megengeditek, a elhangzottakra. És akkor, miért látom itt az arcokat, akkor tényleg legyen ez a korcs magyarra csak egy reagálás, akkor képzelt betegek vagytok, mert olyan dolgokat állítotok, ami még nem jelent meg, elképzelés van, maximum az objektívre listára valamelyik tehát bekerül. Kor, igény lenne beteg. Igen. Csak jelzem, korcsok vagyunk, betegek vagyunk, azon kívül egy dolgot azért hagyd tegyek hozzá, én, mint korcs és beteg, hogy beteg. Egyébként az egy illúzió, hogy a rozsdaövezetet vissza tudja hozni. Ugye azt tudjuk. Az egyik legnagyobb ígérete ez volt. Mert Amerikában ez a igaz. Nagy darab melegvasak ide-oda hurcolását ő már nem fogja tudni visszavinni. Valami folyamat el fog indulni, mert újabban Kínában is emelkedik a munkaerő ára. Na de hát ez is mi volt, hogy rozsdaövezetet felhozzuk, majd nem veszünk japán autót, meg nem veszünk kínai terméket, és akkor Detroit majd újra feljön, hát ez nem politika, ez szöveg. Akkor röviden, ha már szóba került a Európai Unió képzelt betegként képzelt jövője. Egyre jobb dolgokat találok ki. Igen, köszönöm szépen, hogy Orbán Viktor mondott valamit, ami nem tudom, majd segítsetek ebben is, ugye amikor találkozott a brit miniszterelnökkel, akkor azt mondta, a Brexittel kapcsolatban egyébként, hogy az unión kívül is van élet. Na most ennek a mondásnak egész más a jelentése, attól függően, hogy kinek üzent vajon a kormányfő. Persze, hát, ha nekünk élet. Üzent, akkor megijedtem, ha a briteknek, akkor figyelj valóban. Ide. Van élet Új-Zélandon a három tehén alatt is, ahol egyébként ugye szétszakadt a föld, szegények ott élnek. Van élet az Antarktiszusnak, van élet a Diliházban, van élet minden. Persze, hogy van. A kérdés az, hogy milyen. Tehát Orbán egészen mélyre süllyed intellektuálisan. De ezt nekünk célozta? Arról most nem beszélve, hát nyilván, ha ki a francnak. Hát nem, most a britek baromira rá vannak szorulva, hogy a Viktor biztatgassa őket. Miközben egyébként a britek, akik azért egy atomnapcsatolom, meg egy, jaj, hagy húzzam már alá, annyit el kell mondani. Itt van ez a nagy-nagy Britannia, nagy-nagy demokratikus múltjával, az elszánt döntésével, hogy kiszáll az Unióból, és most ott állnak megfülödve az egész politikai elit, és halvány lila gőzük nincs, hogy mit csináljanak. Ezt azért húzzuk alá. Ez a se program, se elkép, húzzák az időt, nem tudják, hogy mi történik, mit csináljanak. Így mentek neki, na ők. Szóval egyébként van élet, hogy milyen az egy más kérdés, hazaüzent. Viktor, egyébként nézzétek meg, a gesztusai egyirányúak, ez a pökhendiség is, ami... egészen elképesztő, hogy nem mentek el erre az informális külügyi izére. Pont olyanok, külügyminiszteri találkozóra, pont olyanok, mint az a, egyébként ez egy tipikus jelenség. Egy csomó politizáló személynek súlyos problémái vannak a saját egójával. Nincs benne stabilitás, identitás, hazamegy csukott szemmel, paplan alatt kesztyűbe nyúl magához. És utána retteg. És ezzel próbálja az egóját egyébként valamilyen módon megjeleníteni és erősíteni, hogy nagy marhaságokat mond és károkat okoz másoknak. És ebben a károkozás is fontos. Sándor, de egyébként nagyon fontos ezt, hogy előhoztad, hogy Európának ez mekkora lehetőség. Persze, ha valaki geopolitikai analfabéta és történetesen külügyminiszter, akkor nem biztos, hogy ezt belátja, hogy az most a világon az egyetlen olyan konszolidált erő, ilyen nagyhatalmi struktúra, ami még nem teljesen bolond, az az Európai Unió. Tehát most egy olyan politikai tőkéje van az Európai Uniónak, úgy állhat a világ elé, hogy látjátok, ott van a szuperhatalomnak gondoltátok, de egy bohóc van az élén, most meglátjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy mi lesz, de önmagában kínos, hogy nem tudjuk, hogy mit fog csinálni egy szuperhatalom, és a Brexittel két atomhatalom is most úgy járt, hogy
A legrosszabb dolog, ami, ha te túl szuperhatalmak lennétek, nem kívánom nektek, a legrosszabb dolog, hogy nevetségessé váltok. Mert ugye az a legkomolyabb elrettentő elő, hogy nem tudnak nevetni rajta. Lehet, hogy a Trump az nevetséges, de az Egyesült Államok komolytán nem az. Nem. Lehetséges, hogy az Európai Unió élén olyan figurák állnak, akik nem nevetségesek, de az Európai Unió meg nevetséges. Hát te most ez itt a probléma. Mondod, te most ezt mondod, de a világpolitikában jelleg, hogy ez nem így néz ki. Hát az Egyesült Államok, meg a NATO, az nem kamu. Az nem átverés, az nem egy gittegylet, az nem egy lufi. Pont ez ellentétben az Európai Unióval. Egy valódi unió. A király mesztelensége nem azért kínos, mert nem tudtuk, hogy a királynak van kukija. Neked igazad van, de ez az intézményrendszer, ez, hogyha ilyen atavizmusokkal élhetek, ez fejlődésének még egy eléggé korai szakaszában van. Nem erre lett kitalálva. Intézményeibe az nem volt beépítve, nem voltak rá felkészülve se Schumannék, de még a Lisszaboni szerződés sem, mondjuk bár lehetett volna, hogy egyszer csak lesz népvándorlás, meg mi lesz a globalizációval, meg mondjuk a közös hadsereg hiány, amit fog jelenteni, meg a közös... Majd most lesz. Te azt mondod, Sándor, hogy ez még magzat állapotban igen, van, igen. Ez az Európai Unió. Igen. Én meg már azt érzem, hogy már túl van hordva. Na, akkor Én már azt érzem, hogy most már a szülésnek el kellett volna indulni. Dobi. Már ennek meg kellett volna születni mostanra. Valószínűleg így van. Szóval, hogy a múlt adásban megégettem magam, amikor megpróbáltam egy jó hírt bedobni, mert pillanatokat bebizonyítottátok róla, hogy az igazából rossz hír, de nem adtam fel, hogy megint megpróbálok egy jó hírt bedobni, mert hogy a kormány 6 éves távlatban 40%-os reálbér növekedést szeretne elérni. Most mondjátok végre egyszer, hogy ennek örülünk. Ez neked jó hír? Mert ez a minimálbér, azt tudjuk. Nem, ez 40%-os reálbér. A középosztálynak a legrosszabb hír. De ez nem a minimálbérről szól pusztán, ez 6 éves távlatban 40%-os általános reálbér. Szerintem ez egyáltalán nem a kormánynak az érdeme, vagy nem is a kormánynak az intézkedése. Egyszerűen elfogytak az országból azok az emberek, akik ezekért az alja bérekért még hajlandóak az országban maradni. Itt maradni, ezek kimennek az Európai Unió egyéb országaiba, és ott fognak dolgozni. És hogyha egy bizonyos mérték alá esik a munkaerőnek a száma az országban, akkor az fölhajtja a béreket. Ez a gazdaságnak egy reakció, ez a kormánynak nagyon kevés köze van. Ha ebben az országban lettek volna szakszervezetek, ha ebben az országban az előző 25 év kormányainak prioritása lett volna az, hogy a béreket emelje, vagy hogy a bérek emelkedjenek, akkor a bérek emelkedtek volna, mert akkor ezek a kormányok nem szektorális különadókkal szivatták volna ezeket a cégeket, hanem azt mondták volna nekik, hogy nem kell különadót fizetni, adjátok oda bérformájában a dolgozóknak. De ezek a kormányok nem ezt mondták, mert azt a pénzt, amit szektorális különadókban beszednek, azt el lehet lopni, azzal lehet hatalmaskodni. És ez egyébként egy meglehetősen gonosz választási ítélet. Majd kíváncsi leszek, ha ez megtörténik, hogy megtörténik-e. Na de pont a cél. Miért nem éri el, hiszen nem pontosan nem a minimálbéres embereket kéne gondolni. A cél az, hogy meggyőzzék az embereket erről, és én azért úgy vagyok, hogy ha mínusz 15 fok van és nincs pénzem tüzelőre, akkor hiába mondja a meteorológiai intézet, hogy tulajdonképpen nyárias idő van, mert attól én még marhára fázom, az megint más kérdés, hogy jó hallani. Te... Ez szociális demagógia. Tudom képzelni. Mi az, hogy szociális demagógia egy béremelés? Nem, de kinek? Pontosan Lehet, hogy nem. Ha megtörténik, akkor is én azt tudom elképzelni, hogy ez már nagyon korán el lett határozva. Először is lopunk 4 évig. Annyit, amennyit csak tudunk. Nagyon megerősödünk annyira, hogyha mégse szavaznának ránk, akkor is miénk az ország. És az utolsó évben csinálunk egy béremelést. Fordítva lehetett volna csinálni? Nem, mert akkor nem lett volna annyit ellopni való pénzünk, és később már nem csináltunk volna bércsökkentést. Ez ciklikusan ismétlődik. Minden kormány eljátsza ezt, a választók meg majd eldöntik. Ez egy szavazatvásárlás. Tehát a hangsúly igenis a minimálbéren van, és ezzel pont nem fog megoldódni a magyar gazdaság. Viszont a KKV-kat jól tönkre lehet tenni, a középosztályon megint nagyot lehet ütni, és hát persze, hogyha egy rezsim arra épül, hogy elsibolt közpénzekből menjenek a cégek, akkor a legnagyobb ellensége az, aki a piacról él,
a valódi polgár, jó, akkor, ugye akkor a most végtelen optimizmussal azt mondom, hogy 6 év múlva visszatérünk erre a témára, és megint újlag belőle, ciklikusan. És akkor már tényleg elment az idő, úgyhogy csak az utolsó egymondatosra maradt időnk, az pedig arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy példanélküli karaktergyilkosságon esik át éppen Vona Gábor. Mondjuk részemre már csak azért is örihari a Fidesszel, mert olyan helyzetbe sodortak, hogy időnként együtt kell éreznem a Jobbik elnökével. De ettől függetlenül mégiscsak azt kérdezem tőletek, hogy szerintetek a Lokál Riposzt 888 Origo TV2 média csatasorban a homoszexuális után most mi várhat még Vona Gáborra? Imre. Szánalmas az az egész. Tehát ahol mondjuk a Terry Black meg a Cuslág a nemzet tanúja, szomorú. Hát ez a homokozó karaktergyilkolás színvonal, főleg a migráns fasizmussal együtt, én azt gondolom, hogy a legszélsőségesen jobboldali erővé növi ki magát itt a Fidesz ebben a történetben. Főleg, hogy próbálnak a vonáik néppártosodni, tehát hozzájuk képest már egy cuki konszolidált erőnek tűnnek. Az megint más kérdés, hogy vajon hatalomra jutva milyenek lennének? Hát, kedves Magyarország, innen szét nyerni. Az a kérdés, hogy középre tudja rúgdosni a Jobbikot a Nemzeti Együttműködés rendszere, ha nagyon akarja. Azért ez karmikus valahol a Vona Gáborral kapcsolatban ezek a vádak. Ugye a 3H betű ugye hazaáruló, homoszexuális és házasságtörő. És ezek a vádak. A hazaárulózás az azért Vona Gábornak a szótárában hát nagyon is benne volt, sőt, hát ő hozta be. A melegekkel szembeni kemény uszítás az Vona Gábor politikai eszköztárának igenis a része volt. És ugyanígy a része volt a széles körben demonstrált kereszténység. És most ennek megfelelően a keresztény vona megkapja, hogy házasságtörő, a homofób vona megkapja, hogy homoszexuális, a hazaárulózó vona megkapja, hogy hazaáruló. Úgy néz ki, hogy szépen sorban visszaszár rá mindaz, amit korábban másokra mondott, ebben azért van valami karmikus. Szóval olvasom Kurucinfót, hogy kiderüljön, hogy milyen lesz vona. Igen, a következő jelzőket a Kurucinfón olvashatjátok. Hát hány ezer fotót lehet tehát volna akár rólam is csinálni különböző választási események kapcsán, ahol hímnemű lényekkel ölelkezünk. Ez az egyik dolog. A másik, amit azért hagyd tegyek hozzá, hogy van egy szomorú hírem. A kérdés azért most már szerintem úgy vetődik föl, hogy mi lesz velünk, ha úgy tetszik, mit fognak velünk csinálni, meg önökkel. Ha 2 évvel a választások előtt ilyen durva hangnemet ütnek meg, körülöttük meg látjuk, hogy megpróbálják kriminalizálni, bűnössé tenni a sajtót. Hogyan fognak eljárni, mit fognak csinálni 2018-ban? Én csatlakozom a mi Robinknak a gondolatsorához, és látok előre egy negyedik H betű felbukkanását, mégpedig az, hogy ki fog derülni, hogy Vona Gábor hidó. Hát ezek után nehéz. Egyébként szerintem az a buris a dolog, hogy ki ennek a célpontja, szóval a Fidesz szavazókat kell meggyőzni, hogy a Vona ilyen, vagy a Jobbik szavazókat kell ezzel átcsábítani. Még érdekes, hogy a célközönség vajon mire ugrik, és pont erre a 3H betűre. De hát egyébként úgy gondolom, hogy nem feltétlenül egy, de mindenképpen van egy olyan szidalom, amit még nem hangzott el Vona Gábor, és amit bevethetnének, csak érdekes hatása, hogy lehabonyoznák, vagy leorbánoznák Vona Gábor. Újabb H betű akkor. Hát én zaftosabbnál zaftosabb malacságokat írtam fel magamnak, de nem fogom felolvasni, mert még a végén leforgatná a tények, úgyhogy jobb a békesség. Ez volt a szabadfogás, köszönjük a figyelmet, egy hét múlva ismét várjuk Önöket.